Sziasztok, Dominika vagyok, üdv újra itt a csatornámon. A mai videómban meghoztam a decemberi terveimet, azaz nézzük, hogy milyen könyveket fogok olvasni az év utolsó hónapjában. Ahogy itt azt láthatjátok mögöttem, egy icipici kis hó van, úgyhogy most így hajnalban esett a hó, és teljes mértékben egyébként nálam most már kezd megjönni a karácsonyi hangulat, úgyhogy ez itt szerintem tökéletes pont a videóra, és olyan kis kózi hangulata van, mert amúgy is egyébként egy kicsit ilyen beszélgetősebbre terveztem most ezt a decemberi, úgymond TBR-os videómat, ugyanis a novemberi az nem teljes mértékben úgy jött össze, ahogy ezt elterveztem, és szerettem volna, ezért a decemberinél úgy döntöttem, hogy három könyvet jelöltem csak ki úgymond a hónapra, amit mindenképpen el szeretnék olvasni, és teljes mértékben teljesíthető, és ezt a három könyvet szeretném majd mindjárt rögtön meg is mutatni nektek. Ugyanis észrevettem azt, hogy év vége felé általában nem szoktam olyan sok könyvet olvasni, úgyhogy így nézegettem a Mojon az elmúlt éveimet, így készülődve egyébként az évvégés videódömpingre, hogy így a hónap végén, tehát november-december az nálam mindig úgy néz ki, hogy nagyon keveset olvasok. Valószínűleg egy csomó program van, akár a karácsonyt nézem, ami nekem nem minden szempontból egyébként az olvasásról szól. Tehát nyilván szeretek olvasni, de én akkor inkább családdal, társasozás, másfajta programokat szoktunk kitalálni. Úgyhogy nem teljes mértékben nekem az olvasásról szól a karácsony, ami egyébként meglepő lehet. És pont ezért csak három könyvet választottam ki, ami egyébként teljesíthető, hogyha azt nézem, hogy most elkezdődik egyébként szerintem pont ezzel a decemberi tervezős videómmal az, hogy nagyon sok videó fog kimenni a csatornára, ugyanis ugye majd januárban az összegzős videók is elkezdődnek, ugye az évösszegzős videók, és ezért nagyon sokat fogok videózni, vágni, szerkeszteni, nagyon-nagyon-nagyon sok mindent fogok csinálni, emiatt nekem a december ez egy kicsit úgymond lájtosabb lesz olvasás terén. Szerintem egyébként mindent elmondtam, amit szerettem volna így a decemberhez hozzáfűzni, úgyhogy ez egy kicsit hajtósabb hónap, és ezért is van az, hogy csak három könyvet választottam ide, de ez tényleg már csak ismétlem magamat. Úgyhogy el is kezdeném egyébként rögtön az első kötettel, ami Anikóval a közös kötetünk lett, ami nem más, mint a legendás Látték Travis Baldry-tól. Ezt a kötetet egyébként úgy választottuk ki Anikóval, hogy ő nem olvasott még sohasem fantasy kötetet, és szerettem volna, ha olvas valamit, viszont nem mondjuk egy high fantasy-vel szerettem volna nála bekezdeni, hanem valami kis lightosabbal, és tudom, hogy ez egy low fantasy, és ez egy nagyon ilyen kis kedves, hangulatos kötet, ami szerintem egyébként annak ellenére, hogy nekem kicsit olyan őszi vibe-ja van, szerintem így ünnepek környékén is egyébként jó választás lehet, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy a legendás Látték az tökéletes lesz Anikó számára is, így a fantasy bevezetőre, illetve az én lelkem is egyébként folyamatosan szeretne ilyen kis kózi fantasy-ket olvasni. Nagyon sok jót hallottam már erről a kötetről, mindenki nagyon szereti. Én szerintem negatív értékelést nagyon nem is láttam egyébként erről a kötetről, úgyhogy nagyon-nagyon azért, hogy magasak az elvárásaim ezzel a történettel szemben. De már van benne egy könnyelző, ugyanis én most már a 112. oldalon tartok ebben a könyvben, és eddig nekem nagyon tetszik, és teljes mértékben hozza a cozy vibe-ot, aminél egyébként a történet arról szól, hogy van egy ork, akit Viv-nek hívnak, és ő visszavonul a harcokból, a gyilkolásokból, és nyit egy kávézót. És igazából erről szól a sztori, hogy ő hogyan hozza létre ezt a kávézót, hogyan lendíti be, kikkel találkozik. Szóval ez tényleg egy nagyon aranyos kis fantasy kötetnek minősül, de egyébként vannak benne ilyen kis misztéri elemek is, amik nekem nagyon-nagyon tetszenek, de teljes mértékben egy nagyon-nagyon szerethető aranyos könyv eddig, amit én olvasok belőle. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok, már szerintem jól indul a december. Aztán itt van az 5 év múlva decemberben, amivel egyébként már találkozhattatok, a 10 olyan könyv, amit még el szeretnék olvasni ebben az évben című videómban, ugyanis ott beszéltem arról még nyár elején, hogy ez egy tökéletes választás lehet egyébként a decemberi hónapra, illetve így a karácsony környékén, ugyanis nyilván a címbe benne van az, hogy december, és alapjáraton ez egy romantikus, szerintem egyébként karácsony
kor játszódó történet, ami egyébként Dannyről szól, akinek egy tökéletes élete van, eljegyezték, és egyik éjszaka, amikor lefekszik aludni a jegyesével, másnap fölébredve azt veszi észre, hogy eltelt 5 év, és hogy már nem az a férfi fekszik mellette, aki annó megkérte a kezét, hanem egy teljesen más ember. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy szívszorító, romantikus történet lesz, tehát ez nem lesz egy egyszerű, laza, kis romantikus karácsonyi történet, vagy téli történet, úgyhogy én ezért gondoltam, hogy ez tökéletesen passzolni fog egyébként most ebben a hónapban, akár tényleg a magát, a témáját és a címet is tekintve, de egy ilyen romantikus biztosan szerettem volna egyébként most itt az ünnepek környékén olvasni. Aztán az utolsó kötet, amit úgy gondolok, hogy egyértelmű, hogy most decemberben el fogom olvasni, ugyanis december 11-én jelent meg, ez Kawaguchi Toshiketsu-tól a Mielőtt az emlékeid elhalványulnak, azaz a Mielőtt a kávé kihűl sorozatnak a harmadik része. Számomra egyébként ebben az évben talán ez a Mielőtt a kávé kihűl sorozat volt az egyik legmeghatározóbb, és úgy érzem, hogy ez a könyv így decemberre még nagyobbat fog ütni, amikor az ember sokkal jobban, legalábbis az én esetemben én inkább sokkal érzelmesebb vagyok, mert azért mégiscsak karácsony, szeretett ünnep, hangolódások, úgyhogy ez a könyv szerintem teljesen be fog találni, annak tekintetében is, hogy pontosan tudom, hogy milyen elemek vannak ebben a történetben, illetve hogy egy-két karaktert hogy hagytunk az előző kötetekben, de egyébként aki nem ismeri ezt a sorozatot, akkor annak annyit mondanék, hogy itt egy varázslatos kávézóról van szó Japánban, ahol, hogyha kikérsz egy kávét és leülsz egy bizonyos székre, akkor időt utazhatsz, visszamehetsz a múltba, vagy akár a jövőbe is. Annyi a lényeg, hogy be kell tartani pár szabályt, és hogyha azt a pár szabályt be tudod tartani, akkor igazából nem lehet semmi bajod a visszatérésnél, viszont ha megszeged a szabályokat, és mondjuk például nem iszod ki a kávédat, mielőtt kihűlne, akkor olyan dolog történik veled, amit jobb, hogyha inkább nem is tudsz. Viszont itt egyébként nagyon sok karakternek a kis saját történetét olvashatjuk, mindegyik más, mindegyiknek van valami olyan mondani valója, amiből egyébként lehet tanulni, és én is nagyon sokat tanultam már most egyébként belőle, és ezeket tipikusan olyan könyveknek gondolom, amiket biztos vagyok benne, hogy majd későbbiekben még újra fogok olvasni. Úgyhogy én ezt a 3 kötetet választottam egyébként ki erre a hónapra, szerintem egyébként nagyon jó választások, és nagyon fel vagyok egyébként hype-olva mindegyik miatt, de valószínűleg ez a legendás látték miatt van, mert eddig jó élménynek élem meg, és emiatt várom, hogy a romantikus kötet is milyen lesz, illetve a kávéházas az meg szerintem borítékolható, hogy tetszeni fog nekem. Úgyhogy ezt a 3 kötetet szemeltem ki így magamnak. Ti nektek vannak olyan köteteitek, amiket kifejezetten karácsonyra tartogattatok, vagy így decemberre? Írjatok meg kommentbe, kíváncsi vagyok rájuk. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, megtaláltok mindenféle social media felületen, Instagramon, Mojon, Goodreads-en, Facebookon és TikTokon, mind az 5 helyen Just a Bookie szónéven vagyok fenn, és akkor találkozunk majd a következő videóban is. Sziasztok!